Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Ungardeutschen Magazin. Bleiben Sie mit uns. Freundschaft oder Interesse? Über die Gestaltung der deutsch-ungarischen Beziehungen. Nach dem Staatsexamen, vor der Anstellung. Weitere Fördermittel für die Ausbildung von Nationalitätenpädagogen. Deutsche und ungarische Tänze und Musik. Kulturelle Vereine haben in Nimes gefeiert. Wir Schwaben waren immer gute Ungarn. Das Sechsader Publikum konnte sich auch mit dem Regisseur treffen. Fünfkirchen und das Komitat Branau haben in Anbetracht der jahrhundertealten Vergangenheit starke schwäbische Wurzeln, die in der Region bis heute präsent sind. Dadurch ist nicht nur das Kulturleben des Komitats bunter, sondern dank dem ungarischen Sprachunterricht wird auch das Wirtschaftsleben der Region bestimmt. Über das Interesse an deutsch-ungarischen Beziehungen fand eine Podiumsdiskussion mit Fachleuten im Fünfkircher Zentrum der Stiftung Matthias Corvinus Collegium statt. Térségünk és Pécs sváb múltja egészen az óvodáskortól az egyetemig a német nyelv oktatása miatt erős befolyással van a gazdasági életünk fejlődésére is. Ez abban is megnyilvánul, hogy például az elmúlt években számos német cég telepedett le Pécsen. Jelenleg azt gondolom, hogy a legerősebb lába a nemzetközi vonalon a német kapcsolatoknak Magyarországon van. Szektoronként különböző, én elsősorban az informatikai területen tudok tapasztalatokról beszámolni. Itt olyan nagy hozzáadott értéke van a magyar munkaerőnek, árértékarányban elsősorban, hogy egyenes út vezetett, hogy úgy mondjam, Magyarországra szerintem a német gazdaságnak ezen a területén. Könnyebb választani egy olyan területet, amelyik azonos időzónában, azonos kulturális gyökerekkel rendelkezik, mint mondjuk egy távol-keleti, vagy egy tőzsünk sokkal távolabb tévő országban. Mert azért vannak informatikai nagyhatalmak a világon máshol is. India, hát ezt lehet említeni, ahol célzott kormányzati intézkedésekkel húzzák fel ezt az iparágat. De az olyan távol van itt ettől a régiótól, mint ahogy mondtam, kulturális időzónában, hogy ez a magyar informatikai képzés minősége, és mondtam, hogy a fizikai közelsége Németországhoz azért ez egyszerűsíti ezt a kapcsolatot. Az oktatási kulturális közeg meghatározásáról és az elmúlt évek, de különösen az új német kormány megalakulása óta kirajzolódó gazdasági együttműködésekről és a jelenlegi német-magyar viszonyokról szólt a Matthias Corvinus Collegium Alapítvány Pécsi Központjának legutóbbi pódiumbeszélgetése. A magyar-német kapcsolatok hagyományosan nagyon jók. Itt ugye egy nagyon több száz éves, akár ezer éves kapcsolatról beszélhetünk, és jelenleg abszolút jók a kapcsolatok, a gazdasági kapcsolatok, a társadalmak közötti kapcsolatok. Nyilvánvaló egy másik kérdés, hogy a politika kapcsolatok hogy alakulnak. De azért itt is látok pozitív jeleket, hogy pont a minap járt Palkovics László miniszter Németországban, ahol a közlekedési miniszterrel tárgyalt, és ugyanúgy vannak számos kapcsolódási pontok a német politikához, német közélethez. Én úgy látom, hogy alapvetően a német társadalom, meg a magyar társadalom sok mindenben egyetért, sok mindenben viszont más elképzelésünk van, akár a jövőről, akár Európát, hogy alakítsuk. Őszintén kell Európában ezeket a kérdéseket megvitatni. És a magyar-német kapcsolatok is szerintem egy olyan időszakon is át tudnak esni, amely esetleg arról szól, hogy különböző megközelítésben látjuk a világot, de egyébként pont az aktuális krízis alapján megfigyelhető, hogy a németek meg a magyarok nagyon sok kérdésben nagyon hasonlóan gondolkodnak. Gondolhatok itt akár az energiaszankciók kérdésére, vagy az egész ukrán háború megítélésére is. Vémént sváb, német nemzetiségű település. Jó példája annak, hogyan működik egy kárpát-medencei olvasztó tégely, mondta Szalonna Zoltán polgármester, aki egyben a magyarországi németek országos önkormányzatának tagja is. Majd arról is beszélt, miért és hogyan érdemes kimenni a fiataloknak tanulni és dolgozni Németországba. Véminden a második világháború idejéig, illetve utána is megtalálható volt zsidó, rác, cigány, székely, felvidéki és sváb nemzetiségű emberek. Kiknek az együttélése abban az időben kicsit nehézkes volt, aztán a 60-as években a vegyes házasságok elindulásával kezdett nyitni ez a történet, és én úgy gondolom, hogy most Véminden ezek a nemzetiségek nélkül azért elég sok színfolt kultúra tűnne el a falunak az életéből. Úgyhogy a kérdésre a válasz, az együttélés az sikerült. Sikerült úgy, hogy mindenki meg tudta tartani a saját identitását, tudunk egymásnak segíteni, és tudjuk élvezni egymásnak a vidámságát.
német nemzetiségi óvodával indulnak a vémindi fiatalok, utána német nemzetiségi általános iskolával, és ugye aki tovább szeretne tanulni, az eljön Pécsre. Korábban ugye a Lüvei Klár gimnáziumban, most ugye a Koch Valéria gimnáziumban. Akik tovább tanulnak, és nyilván nem anyanyelvi szinten, vagy anyanyelvi szinten tudják használni a német nyelvet, nagyon nagy eséllyel, és el is mennek Németországba. Az én mottom az, hogy el is kell menni, ugyanúgy, hogy régen az iparosok elmentek. El kell menni, szét kell nézni a világba, tanulni kell. Jelenleg még van egy olyan lehetőség, hogy anyagilag is jobb helyzetbe tudnak kerülni a többiekkel szemben, viszont haza kell jönni, haza kell hozni, és támogatni kell azokat, akik itt indulnak újra a csemetéket. Vajon a németek mennyire veszik figyelembe a Baranya és Vábság több száz éves múltját? Fontos-e számukra, hogy nemzetiségük szép számmal és régóta itt él? Segítheti a gazdasági és egyéb téren lehetséges kapcsolatainkat velük? Többek között ezekre a kérdésekre is kerestük a választ az MCC legutóbbi pódium beszélgetése alkalmával. Dr. Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója szerint, akik ismerik az itteni Vábság németség helyzetét, azok pozitívan szemlélik ezt. A legtöbb német manapság már nem tud magyarországi németek helyzetéről, illetve arról, hogy itt egy aktív és nagyon tényleg aktív német közösség van, ezt nem tudják, és akik felismerik ezt, vagy rájönnek, azok pozitív meglepetésként veszik ezt, hogy itt ennyi ember németül beszél, ugye, hogy az óvodák van, akár németül lehet óvodával járatni a gyereket, akár az egyetemi tanulmányokat németül lehet végezni. Ez egy nagyon pozitívum, és Magyarország kiemelkedik. Magyarország ugye 13 nemzetiség van, és példamutató a magyar kisebbségi politika. A németek erre pozitívan rezonálnak, csak meg kell nekik mondani, el kell nekik magyarázni, hogy működik, mert sok mindent nem tudnak hazánkról, és az a lényeg, hogy információkat adjunk nekik, tárgyszerű információval tudjunk szolgálni, és megmutatni nekik Magyarországnak különböző aspektusait. A pódium beszélgetést követően az érdeklődő közönség kérdéseket tehetett fel, véleményt alkothatott a hallottakról. Die Nationalitäten Bildungseinrichtungen können kaum die frisch absolvierten Kindergartenpädagogen und Lehrkräfte erwarten. In Sechshardt wurde 1985 der Nationalitätenstudiengang für Kindergartenpädagogen einige Jahre später fürs Lehramt gestartet. Woher kommen die Studierenden? Wie gestalten sich die Zahlen der Absolventen und der Studienbewerber? Und was für Änderungen sind ab Herbst zu erwarten? Mit der Verantwortlichen für Studiengänge im Nationalitätenbereich, Dr. Agnes Klein, haben wir in der Sechshardter Fakultät der Universität Fünfkirchen gesprochen. Deutsche Nationalitäten Kindergartenpädagogen und Lehrerinnen legten in den vergangenen Wochen erfolgreich ihr Staatsexamen in Sechshardt ab, an der Fakultät für Kulturwissenschaften, Erziehung und ländliche Entwicklung der Universität Fünfkirchen. Die frisch Absolvierten werden von den Nationalitäten Kindergärten und Schulen mit offenen Armen empfangen. Es waren 13 und in etwa die Hälfte davon waren Kindergartenpädagoginnen und die Hälfte waren Lehrerinnen. Nicht alle oder nicht jede Studentin konnte daran jetzt teilnehmen. Wir gehen davon aus, dass auch am Ende des nächsten Semesters, also im Januar, weitere Studierende dann ihr Studium abschließen können. Wir versuchen, das Praktische mit dem Theoretischen zu verkoppeln. Gerade deshalb sprechen wir über komplexe Thesen. Der erste Teil besteht aus theoretischen Kenntnissen und der zweite Teil aus praktischen. Von einigen konkreten Studierenden, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, weiß ich mit Sicherheit, dass sie ihr Leben vorerst nicht hier in Ungarn vorstellen, sondern sie versuchen dann auch in Österreich, auch in Deutschland werden Kindergartenpädagoginnen und Lehrerinnen gesucht. Und die versuchen dann auch ein wenig im Ausland zurechtzukommen. Ob sie dann tatsächlich bleiben oder zurückkommen, darauf kann man keine Antwort geben, aber sie versuchen dort eine Karriere zu starten. In Sechshardt hat die Ausbildung für den ungarndeutschen Bildungsbereich jahrzehntelange Traditionen. Die Studierenden kommen in erster Linie aus den von Ungarndeutschen bewohnten Siedlungen der Tolnau und Branau. Natürlich, die Familie spielt auch eine wichtige Rolle, klar. Aber seit einigen Jahrzehnten haben wir ein sehr gut ausgebautes Unterrichtssystem vom Kindergarten bis zum Abitur. Und wenn wir Studierende haben, die zum Beispiel
eine Nationalitätenschule und danach eventuell ein Nationalitätsgymnasium besuchen konnte. Oder zum Beispiel Mitglieder in der GOTU sind oder meinetwegen in einer Tanzgruppe tanzen, in einem Chor singen oder gesungen haben, was auch immer. Also diese Nationalitätenwurzeln, diese Identität stammt ja nicht unbedingt von der Familie. Es gibt auch Studierende, die natürlich diese Familienhintergründe haben, aber es gibt auch Studierende, die diese Identität in Schulen, in Nationalitäten, Gymnasien bekommen haben und die dann auch damit ganz gute Deutschkenntnisse erworben haben. Ich würde sagen, es fluktuiert. Also jetzt haben wir momentan, also das kann man sich so vorstellen wie eine Welle. Wir haben manchmal einen Wellenkamm, das ist jetzt die Höhe und jetzt haben wir leider die Tiefen. Agnes Klein berichtete mit großer Freude darüber, dass ab September 2022 der Anteil der in deutscher Sprache zu absolvierenden Kreditpunkte von 15 auf 50 erhöht wird. Sie bedankte sich bei Parlamentsabgeordneten der Ungarndeutschen, Emmerich Ritter, und der LDU dafür, dass sie die dazu nötige ergänzende Unterstützung erreichen konnten. Die Anzahl der Credit Points für die deutschsprachige Ausbildung, ob das jetzt Praktikum oder Theorie ist, wurde auf 50% erhöht. Womit das Ziel ist eindeutig, die Sprach- und Sprechkompetenzen zu erhöhen. Außerdem auch in Krippenpädagogik, also für die Erzieherinnen, für die Krippen, ist es möglich, Deutsch als Nationalitäten-Spezialität zu wählen. Diese Erhöhung von den Credit Points bedeutet natürlich auch Extrakosten, eindeutig. Das heißt, dass Sie einige Seminare, einige Vorlesungen auf Deutsch bekommen werden. Und dafür brauchen wir Leute, die dann diese spezifischen Fächer auf Deutsch unterrichten können. Studierende im Bereich Nationalitätenpädagoge werden von der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen seit einigen Jahren auch mit Stipendien gefördert. Sie erhalten nicht nur während des Studiums, sondern auch nach ihrer Anstellung eine Unterstützung. Anfang Juni wurde in Nimesch gefeiert. In der Branauer Siedlung wurde das Festival Tag der Jubiläen veranstaltet, an der Gründung mehrerer Kulturvereine gedacht wurde, darunter auch den Ungarndeutschen. Im Dorf wird 2022 das 300-jährige Jubiläum der Neugründung der Siedlung gefeiert. So werden die Einheimischen und auch Gäste aus der Ferne im ganzen Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen erwartet. Táncosok a színpadon a Baranya megyei Hímesházán. Több kulturális csoport működik a faluban, amelyeket különböző időpontokban alakítottak. A Covid miatt azonban nem tudták megünnepelni alapításukat. Idén júniusban ezért fesztivált szerveztek a településre. Az egyházi kórus 25 éves jubileumát, a gyermektánccsoport 30 éves jubileumát, illetve a Rezeda Néptánc Együttes megalakulásának 15. jubileumát ünnepeljük így együtt, és bár az egyik magyar, a másik német nemzetiségi, de mivel mi itt békésen együtt élünk, nem csak a faluban, hanem a családokban is, ugye vegyes házasságokban, ezért ez nekünk semmilyen problémát nem okoz, sőt, öltözünk át többször, mert van, aki minden nemzetiség csoportjában szerepel nagy örömmel, és így látható a közönségben is, hogy közönség soraiban, hogy nagy örömmel jöttek mind, és kíváncsiak ránk. És hát a legnagyobb örömünkre nem csak az éppen aktuálisan aktív tagok szerepelnek, hanem korábbi években csoporttagok, akik az évek során itt tevékenykedtek, ők is elfogadták a meghívásunkat, és a mai műsor keretében együtt szerepelnek.
Az egyházi kórusnak jelenleg 9 aktív tagja van, és a kántorunk, aki zenei kíséretet biztosítja számunkra. A gyermektánc csoport alsó tagozatán 24 gyermek, a felső tagozatos csoportban 22 gyerek jár heti szinten néptánc próbákra. A Rezeda néptánc csoportnak 14 aktív tagja van, ők többnyire házaspárok, akik már a kezdetektől együtt táncolnak, és tavaly ősszel nagy örömünkre megalakult az ifjúsági tánccsoport, akik egykori táncosok ismét egymásra találtak, és ők 18-an vannak. A német nemzetiségi csoportnak az a nagyon nagy előnye, hogy van nekünk egy német nemzetiségi óvodánk, ahol 3 csoportban zajlik a német nemzetiségi nevelés, oktatás, és onnan mindig akad szép számú utánpótlás, akik aztán az általános iskolában nagy örömmel becsatlakoznak a néptánc foglalkozásokba, úgyhogy az általános iskolában nagy örömömre nagy létszámú csoportok alakulnak minden évben. Nagyon fontosnak tartom, főleg a mai rohanó világban, amikor mindenki szan a széllyel van már Európában és a világban, hogy megtartsuk a gyökereinket, és ezeket a gyerekeinknek is megmutassuk és továbbadjuk, mert csak úgy tudnak szárnyalni, hogyha tudják, hogy honnan származnak és hova tartoznak. És a mi falunk az idei évben ünnepli a német őseink letelepedésének 300. jubileumát. És az összes ilyen kis programunkat e köré, a téma köré fontuk, úgymond. És hát én is anyai részről német nemzetiségi családból származom. A nagyszüleimmel nőttem föl, kaptam tőlük a himesi német nyelvjárást, a hagyományok tiszteletét és szeretetét, és úgy gondolom, hogy akinek ilyen nagy szerencsébe van része, annak kötelessége is ezeket a dolgokat, ezeket a kincseket nem csak magának megőrizni, hanem továbbadni a következő generációknak. És hát ezzel munkálkodok több mint 30 éve. Hímesházán 1040-en élnek, ahol a többség magyarnak, illetve németnek vallja magát. Die Sechser der deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung führte den Interessenten schon das zweite Mal den Dokufilm von Gábor László Wir Schwaben waren immer gute Ungarn vor. Dieses Mal konnte sich das Publikum auch mit dem Regisseur treffen. Die Veranstaltung wurde im Probesaal und unter Mitwirkung des Vereins Mondschein Deutscher Nationalitätenchor abgehalten. A szekszárdi Mondschein Kórus Egyesület tagjai csütörtökönként próbára szoktak összegyűlni a Babits Mihály Kulturális Központban. Múlt héten azonban filmbemutatóval egybekötött beszélgetésre várták az érdeklődőket. László Gábor Mi svábok, mindig jó magyarok voltunk című dokumentum filmjének vetítése előtt a kórus 2 olyan hazaszeretetről szóló dalt adott elő, amelyek egykor a Gulágon születtek. Das ist unsere Tracht und unser Chor. Das ist ein deutschstimmiger Chor, ein solcher Chor, was schon mehrere Jahre, mehr wie 40 Jahre zusammen singt. Und kommen wir immer zusammen am Donnerstags. Und jetzt sind wir da, weil wir diesen Film anschauen möchten. Alapító tag vagyok, 1978. március 22-én volt az első próbánk. Hát a környékbeli falvakból kitelepítettek utódaiként kezdtük el ezt a kórust. Hát ugye jövő leszünk 45 évesek. Hát szeretnénk megnézni, mert úgy hallottuk, hogy elég nagy hát horderejű a maga film is. És hát ha igaz, akkor németül, svábul beszélnek benne.
és kíváncsi lennénk, hogy hát ki hogy meséli el az akkori életét. Ugye hát az én szüleim is ki lettek telepítve, édesanyám az Kakasról, édesapám Teverről, és itt ismerkedtek meg 48-ben, esküdtek Szekszárdon. A Tolna megyeiek számára külön érdekesség, hogy a film narrátora egy Mucsiból kitelepített sváb, Lesser Kornél, aki finom humorral, olykor a magyart német szavakkal keverve kalauzolja végig a nézőt a német-magyar együttélés több mint 1000 évén. Pár dolgot mindenki tud. A föld forog, a svábok takarékosak és szorgalmasak, semmit sem hagynak veszni. Kivéve a pazarlókat, állítólag ők lettek a skótok. Nicht sicher. Az viszont biztos, hogy a németek és a magyarok története több mint 1000 éves. A bemutatón részt vett a rendező László Gábor is. Ez a negyedik sváb témájú film, amit csinálok. Az előző három, az első az a sváb kitelepítésről szólt, a második egy olyan faluról, annak ez volt a cím, hogy ez volt a sorsom, az egy szovjet hadsereg által teljes egészben kiirtott sváb falu története, az egy egészen ritka eset. A harmadik az egy 56-os sváb hősről, Herhof Györgyről, annak az oda címe Nemzetidegenek, és akkor ez a negyedik sváb témájú film, az a címe, hogy mi svábok mindig jó magyarok voltunk, és ugye ez a legátfogóbb, ez 52 perces, és ez a magyar sváb, magyar-német együttélés teljes 1100 évét dolgozza fel. Az ötödik az még ugye egyelőre csak egy terv, az pont hétfőn fogok találkozni a producerrel, és akkor majd meglátjuk, hogy mire jutunk. Az ötödik, hát az is sváb téma, a tiszalöki sváb lázadásról szól, ugye Tiszalökön volt egy internáló tábor, ahova kifejezetten svábokat vittek, és érdekes módon ismerünk egy a Gyuri bácsit, aki 95 éves Németországban él, és ő szemtanúja volt ezeknek az eseményeknek, tehát az is egy különlegesség. Én félig magyar, félig sváb vagyok, de ez a félig sváb vonalban és a nagymamám nagyon meghatározó volt, ő egy echte sváb néni volt, én nagyon szeretem, és nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ugye ő, hát mondjuk így, hogy ő ültette bennem el ezt a gondolatot, hogy ezzel a témával szeretnék foglalkozni, hogy ezeket a filmeket, ezeket kicsit mindig az ő emlékére, az ő tiszteletére is csinálom. Ebből a filmben, ami készült, tavaly készült el, ketten a riportalanyok közül már nem is élnek, és közben jutottam erre, hogy hát ez egy annyira fontos dolog, hogy ez már kvázi nem is csak a nagymamám miatt, hanem hogy ezt archiválni kellene ezt a dolgot, és hogy ezt föl kell, 24. óra után vagyunk jóformán, hogy amit lehet tényleg vegyük fel, rögzítsük. A filmet eljuttatják német önkormányzatoknak és nemzetiségi iskoláknak, hiszen azért készült, hogy minél többen lássák. Hát az a nagy szerencsém, hogy ennek a filmnek a terjesztésével nekem egyáltalán nem kell foglalkoznom, mert nem is áll hozzám közel, tehát inkább megcsinálni szeretném, vagy szeretem. Szerencsére van egy szakértő, aki a film szakértő is volt, Georg Albrecht, ő Németországban, Philipsburgban él, és ő ezt vállalta, ezt a feladatot. Hát egyrészt, mint nyugdíjas idős, másrészt meg borzasztó lelkes, és ő időt és fáradtságot nem kimélve. Egyesével kikeresi az elérhetőségeket, rájuk ír, most például itt nyomtatott erre az eseményre ilyen kis, hát Németországban flyereknek hívják ilyen kis szórólapokat, amiben ilyen kis rövid tartalom van, és hát tulajdonképpen ez a terjesztés, hát azért csináltuk, hogy eljusson a nézőköz, tehát az, hogy valaki megcsinálja a filmet, és utána egyszer lemegy, nem tudom, tényleg ilyen 23-48-kor valahol, tehát általában ezeket senki nem nézi. A film nem csak a magyarországi németség körében sikeres, a lakiteleki filmszemlén második helyezést ért el, a Szavária filmszemlén külön díjat kapott, a Magyar Mozgókép Fesztiválon pedig az 5 legjobb dokumentumfilm között volt. Für heute möchte ich mich bei Ihnen für Ihre liebe Aufmerksamkeit bedanken. Auf Wiedersehen!